Egy Cheryl Cole inspirálta sminket fogok elkészíteni, amiben bemutatom, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben cicás szemet csinálni. Kezdem. Van rajta már egy kis alapozó korrektor szempillaspirál, és egy nagyon szép, enyhén lilás árnyalatú alapot fogok felvinni a szemhéjamra. Kívülről befelé haladva, ugyanis azt szeretnénk, hogy itt legyen a sarokba a legsötétebb. És ezzel tulajdonképpen csak egy ilyen nagyon kellemes, pasztelltónusú alapot készítünk. És most egy fekete szemceruzával. Ajánlom a vízálló szemceruzát, hogy tartós legyen a sminketek. Körbe rajzolom a szemem. Folytatom ezt a vonalat a vízvonalban, és itt egészen a szempillák tövében. És ezt vagy egy ecsettel, vagy egy fölpiszkálóval eldolgozzuk. Tulajdonképpen csak ellágyítjuk a széleket. Azt javaslom, egy olyan ceruzát választhatok, ami se nem túl kemény, se nem túl puha. Hogyha kipróbáljátok a kézfejeteken így elsatírozgatni, így meg tudjátok állapítani, hogy mennyire satírozható a textúrája. Ha túl kemény, akkor nem tudtok ilyen szép átmenetet készíteni. Tehát itt több apró vonalat húzok. Láthatjátok, hogy nem szabályos ez a vonal. És folytatom lenn. Belül, illetve egészen itt a szempillák tövénél. És a belső, felső vízvonal, ez elég ijesztően nézhet ki, de annál látványosabb az eredmény. Itt a külső saroknál egy picit meghosszabbítom a vonalat, felfelé, hogy megnyújtsam ilyen szép cicásra tekintetet. És a szempillák. Ez is nyugodtan, bátran, tögös, intenzív pillák. Amíg még nem szárad meg, addig fésülgessétek, és szépen fel lehet építeni. Ha esetleg lehullik ide a szemhéjfesték, illetve a ceruza lemorzsolódik, akkor az alapozó ecsetetekkel egy picit így letörölgethetitek, és így lehet trükközni ebben a cicás vonalra is, hogy szépen kivilágosodik a szem alatti rész, és az egész olyan szép ívelt lesz. Ez egy igazán dögös partismink.